Életbe lépett az önkormányzat képviselő testületének önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról. Ennek apropóján beszélgetünk a rendeletről Nagy István környezetvédelmi tanácsnokkal. Miért volt szükség erre a rendeletre, és mit tartalmaz a rendelet? Egyre több igény volt arra, hogy rendezzük bizonyos dolgokat a városban. Ez a növények ültetési távolság rendelet, ez felfűzhető egy ilyen pomázi házi rend sorozatra. Ugye kezdtük annak idején a hulladékelszállítással, az égetéssel kapcsolatos rendelet megalkotásával, szigorításával, aztán folytattuk a magatartás rendelet zajrendelettel, és ez lesz a következő lépcső, ez a növények ültetési távolságáról szóló rendelet, aminek a lényege az, hogy a szomszédok közötti keletkező határviták, vagy az átlógó növények problémáját megoldja, illetve rendezze a közterületi ültetés szabályait. Ez csak az mostani telepítésekre vonatkozik, vagy ez már a meglévő növényállományt is érinti? Hát a meglévő növényállományt nem érinti már, hiszen visszamenőleg nehéz rendeletben szabályozni ezeket a dolgokat, nem illő most legalábbis. Viszont az elkövetkezendő ültetéseket, vagy éppen a meglévő növénysorok pótlásait, ezeket érinti ez a rendelet. Igen, a meglévő növényállomány esetében arra gondoltam, hogy ugye én láttam azért jó pár olyan utcasarkot, ahol óriás fák vannak ültetve, amik egyébként egyrészt az útra is lógnak, másrészt pedig egyszerűen nem biztosítják a sarkoknak a belátását. Ez a rendelet felfrissíti azt a szabályozást, ami eddig is volt a közlekedést akadályozó belógó ágakról, a belátást, kilátást akadályozó forgalom technikai szempontból akadályozó zavaró növények belógását is szabályozza. Méghozzá úgy, hogy meghatározza a növényeknek a magasságát például, de azon kívül ráerősít arra korábban meglévő szabályozásra, hogy a telekhatáron kívül növény nem nőhet. Ez mind méretben, mind pedig hát terjedelemben próbáljuk ezt beszabályozni, hogy ne legyen ez sem vitás kérdés mondjuk két szomszéd között. A közterületeket illetően pedig van néhány olyan hely, ahol ezek a növények megakadályozzák az akadálymentes közlekedést, zavaróan hat, mint ahogy említetted, a közlekedésben. Veszélyessé is teszik. Kilátásra veszélyessé teszik, így van. Akkor ez a rendelet alkalmazható, kérdezem, például a járdákat eltömő, vagy a járdákat elálló sövényekre is, kerítés sövényekre. Igen, ez ráérősít erre, eddig sem volt, lett volna szabad, és ezeket gondozatlanul hagyni, hiszen a fásztárú növények országos szabályozása kimondja, hogy minden úgy kell metszeni ezeket a fákat, hogy másokat ne zavarjon. Nyilván, hogyha a kilógó sövény akadályozza a forgalmat, akkor ez is ebbe a körbe tartozik. Tehát eddig is volt ilyen, most egy picit ráerősítünk ezzel a rendelettel erre a törekvésre, és hát mögé állítunk egy olyan ellenőrző apparátust, amit régóta várnak már akár a polgárok is, hogy jó, megvannak a szabályok, de ki ellenőrzi, hogyan ellenőrzi, mert hát valljuk be, nem vagyunk teljesen jogkövetőek ebből a szempontból, ha minket érint a jogbetartásnak a kellemetlensége. Hát igen, mindig a szomszédkertje a problémás, nem a miénk. Így van. Viszont, ha már a szomszédokról van szó, lehetőség van arra, hogyha két szomszéd természetesen netalántán olyan jó viszonyban van, hogy meg tudja oldani az egymás közötti
problémás dolgokat, vagy meg tudnak állapodni olyan faültetési rendszerben, hogy jó, átlóg egy kicsit, nem baj, de legalább árnyékolja az én területrészemnek azt a részét, vagy nekem is tetszik az a sövénysor úgy, hogyha nincsen teljesen kockára vagy négyszögletesre metszve, ápolva, akkor erre is lehetőséget ad. Fontos azonban az, hogy bármilyen változás ebben a növénysorban, esetleg kipusztulás, a pótlása szintúgy kér egy szomszéd beleegyezését, és ami a nehezítés, és hogy a komolyságát érezzük a dolognak, nem csak szimplán egy ilyen konyhaasztalon megírt szerződést formájában, hanem ezt okirat formájában kell a két félnek kinyilvánítani ezen akaratát, hogy valóban nem baj, hogy ezt egy hivatalos papírt kell róla készíteni. Így van. Most, és ennek a rendeletnek a hatására a közterületfelügyelők, gondolom ők fognak ezzel foglalkozni, feltételezem, akkor ők fogják járni a várost, és árgus szemekkel figyelnek, vagy valamilyen fajta lakossági bejelentések alapján fognak eljárni, vagy körülnézni? Is. Tehát eddig is járták a várost, ahol szabálytalanságot észleltek, ott bedobtak egy cetlit, jelezve a szabálytalanság miben létét, illetve kérve azt, hogy záros határidőn belül ezt a szabálytalanságot próbálja kiküszöbben a lakó. Ilyen volt például a főutcán a zöld felületnek, a fűnek a nyírása, árkok kitisztítása, ami visszajáró probléma volt és mai napig is sajnos probléma a városunkban. Ez egy komoly probléma. Komoly probléma, viszont van fejlődés, hiszen a közterületfelügyelők munkájának következtében azért ezek a visszatérő ellenőrzések egyre kisebb hiányosságra, egyre kevesebb hiányosságról szólnak. Tehát a lakosok kezdik komolyan venni, hogy az ő érdekük is. Hát igen, reméljük, hogyha nem megy úgy az érdek figyelembe vétele, hogy ne kelljen szankcionálni, akkor ez így van. És ha már a növényeknél tartunk, akkor ugye az önkormányzat, illetve a környezetvédelmi bizottság faszámlálást is tervez. Igen, jó lenne ezekről a zöld értékekről, ami Pomász területén van, közterületen, fák állapotát felmérni, darabszámát felmérni, hiszen ez mind érték. Tudjuk, hogy főleg most a klímaváltozás küszöbén, hogy egy-egy fának milyen jelentős a mikroklíma befolyásoló hatása, mennyire sokat számít az, hogyha ha árnyékot ad egy épületre, vagy egy utcaszakaszra. És szeretnénk ezen változtatni annyiban, mármint azon, hogy egy kevesebb fa van a közterületeken, hogy egy valóban egy ilyen klimatizált zöld felülettel ellátott, zöld fákkal ellátott utcákról beszéljünk, hogyha Pomászról beszélünk, és ennek nagy mértékben az első lépése az, hogy felmérjük, hogy egyáltalán hol vannak fák közterületen, illetve milyen minőségek ezek a fák, hol vannak esetleg kivágva. Erre gondoltuk azt, hogy meghirdetünk egy akciót, amelybe be lehet kapcsolódni a lakosságnak, nálam lehet jelentkezni, a Pomázi Polgárban benne van az elérhetőségem, mind az e-mail, mind a telefonos elérhetőségem, nálam lehet jelentkezni, és akkor egy-egy útszakaszt elvállalva ott felmérni a faállományt. Ez a felmérés, ez nem kifejezetten kell, hogy szakmai szempontokból nagyon bonyolult legyen, hiszen minden telefon, okostelefonon tartalmaz, ott okostelefonon van egy ilyen lens nevezetű alkalmazás, ami lefotózza, beazonosítható a fának a fajtája, és nem kell nekünk alfaj, nem kell az, hogy milyen variációja annak a fajtának, hanem elég csak a fajtát megnevezni, mondjuk az egy akác, vagy az egy platán, vagy az egy juhar, és akkor már tudjuk, hogy ott létezik azon a területen, azon a helyen egy fa. Tehát akkor ez fontos, hogy egyébként ugye most idén nyáron meg is tapasztalhattuk, hogy mennyire sokat számít, ha egy fa van a környezetünkben, hiszen a hőmérsékletet komoly mértékben enyhíti és befolyásolja, csak egy-egy fa is.
Igen, és visszautalnék annyiban a rendelethez, hogy a rendelet ugye előír egy bizonyos fapótlást is, ami korábban is létezett, most számszerűsítve van ebben a rendeletben, hogy milyen törzs átmérőtől, illetve milyen törzskerülettől fogva kell pótolni azt a fát hány darab fa újra ültetésével. Ha éppen azon a helyen, ahol a régi fa volt, amit kivágtak közterületen, természetesen engedély után, tehát minden fa kivágás engedélyköteles, ami a közterületen végződik. Miután megtörtént ez, akkor megvan, hogy 2-3 fát kell esetleg a törzs átmérő alapján meghatározott fajtákból ültetni. Ezek a fajták nevesítve vannak a rendeletünkben, illetve hát természetesen özönfajokat nem lehet, nem szeretnénk beengedni. Őshonos vagy sorfáknak megfelelő fák azok, amikről szó van. És amennyiben ott azon a helyen, ahova szeretné, ahonnan kikerült az előző fa, nincs már helye az új fának, az önkormányzat kijelölheti, vagy ki tudja jelölni azt a helyet, ahova viszont továbbiakban ennek a fa pótlására szánt 2 új fát, vagy 3 új fát el lehet ültetni. Ez mérettől, vagy kortól függ, vagy törzsátmérőtől, vagy... Törzsátmérőtől függ, ezt is tartalmazza a rendeletünk, sőt egy olyan lehetőség is van, hogyha valaki nem akar utána járni, vagy nem, végleg nem tud, nincs ötlet, hogy hova lehessen ültetni fát, meg nem akar vele foglalkozni, akkor megváltható pénzzel ennek a fának a kivágása, ami, és az újraültetése, ami a környezetvédelmi alapba kerül, amely összeg a környezetvédelmi alapba kerül. Elhangzott itt egy kifejezés, hogy özönfajok, ez mit akar? Azokat a fajokat nevezzük özönfajoknak, amelyeknek oly mértékű a vitalitása, hogy képesek elnyomni fejlődésük során bármilyen más fát. Tehát ilyen például az akác. Hát az mindenhol ott van. Amelyeket levágjuk, és akkor gyökérről hozza a gyökérsajat. Ilyen például a nagy bálványfa, amit ecetfának is szoktak mondani, de ez nagy bálványfa, ami szintén ott a Klisza környékén láthatjuk, hogy micsoda területfoglalásba kezdett az elhanyagolt területrész miatt. Most ott is kell majd injekciózásos módszerrel kell majd gyérítenünk, illetve kiírtanunk ezt az özönfajt. Az özönfajoknak általában olyan sokféle módon működnek, egyrészt a növekedési gyorsaságuk, másrészt a terebélyességük, harmadrészt a kiválasztott vegyületeik alapján más fajtákat hátrányba hoznak. Tehát azok a fajok, amelyeknek ellensége sincs kifejezetten ezen az éghajlatövben. Valahogy ide került, és itt... És itt jól érzi magát. Köszönöm szépen, túl jól érzi magát. Tehát visszatérve a faszámlálásra, akkor ugye ez nem kell, tehát nem nemes fákban gondolkodok, hanem akkor gyakorlatilag minden, ami fa. Így van, hiszen a lélegző felületet szeretnénk felmérni ilyen módon is, valamilyen szempontból. Szeretnénk, hogyha esetleg szakkörök, iskolai biológia órák, biológiai tanárok csatlakoznának ehhez, hogy az előttük levő egy-két utcát egy óra keretén belül végigjárják a gyerekekkel, rögzítik a fának a fajtáját, az erőbb ismertetett módon, esetleg a nagyságát, amit ugye a megfelelő technikákkal meg lehet mérni távolról, egy ceruza segítségével, esetleg ránézésre, hogy hát szerintük az most szép fa, tehát 5-ös, vagy pedig lehet osztályozni, gyerekeknek is lehet osztályozni, vagy pedig csak 2-es, mert látszik, hogy szárad az egyik oldala, a másik meg sárgul, nem épp a kérge, tehát ezeket a dolgokat mind szépen felvezetjük egy adatlapra, és így összeáll a Pomázváros zöld katasztere. És ez a gyerekeknek is hasznos, hiszen az ismereteiket is bővítik. Így van, ez is volna a cél, hogy ezeket az ismeretszerzéseket játékos formában. Mert itt ez a kellemes és a hasznossal összekötött klasszikus példája. Igen, igen, így van, így van. És ha már a növényekről beszélünk, akkor még egy felhívásról lenne szó. Igen, ez pedig arról szólna, hogy a Pomázváros képviselőtestülete kijelölt egy területet a
az adó, mostani adócsoport mögötti részen, ahol van elkezdődött. Most egy parkoló van ott. Parkoló, és amögött volt egy ilyen elhanyagoltabb terület, most megtörtént ennek a tereprendezése. Kicsit hányattatott sorsú volt, mert kezdetben oda terveztük a korcsolyapályát, de az nem sikerült, most akkor a tereprendezés végül is lezajlott, ahol szeretnénk, hogyha tankert jönne, vagy egy mintakert, egy tankert jönne létre, amit akár óvodások, akár iskolások használhatnának, egyrészt a tananyaghoz illeszthető tanulási folyamat könnyítésére, gyakorlati foglalkozásként, és ennek a berendezéséhez, illetve ennek a rendbehozatalához várunk olyan esetleges barkácskedvű polgárokat, apukákat, akik szívesen csinálnának olyan ládákat vagy magas ágyásokat, amiben később a gyerekek tanulhatnák azt a szakmát, ami egy ősi szakma, és ami most, hogy ilyen krízis helyzet van, illetve valószínűleg lesz még egy néhány ilyen nehezebb helyzet az életünkben, egy picit átsegíti a későbbi felnőtteket ezen a buktatón. Nagyon érdekes, hogy Pomázon viszonylag kevés ember műveli meg a kertet. Noha a kert egy ilyen szempontból, a kert egy ilyen időben, ilyen időszakban, az, hogy saját terményét teszi az ember, a saját szája íze szerint veszi a friss zöldséget, gyümölcsöt, ne talán ez most pótolhatatlan kincs. Mi lehet ennek az oka egyébként? Tehát valóban a kertek általában, ugye, ahogy járunk a városban, beton, jó esetben térkő, legjobb esetben gyep, aztán gyakorlatilag ezzel véget is ért a sor. Hát én azt mondanám, hogy a jólét, idézőjelben vett jólét, hát értse ezt ki, ahogy akarja. Nem vagyunk rá kényszerítve, hogy termesszünk a kertünkben, hiszen mindent kapható a boltban. És mire rájön az ember, hogy az, amin a boltban kap, az nem teljesen olyan. Íze egészen más, mondjuk az, hogy a boltban is jó zöldség terem, csak maga a praktikum, az kiöli a tudást. Tehát utána már nehéz elmondani a gyereknek, hogy nem a polcon terem a répa, nem a krumpli, az nem úgy jön zsákban, hanem azt a földben lehet megtermeszteni. Ahogy városiasodunk, ahogy az emberek munkája, érdeklődési köre más-más foglalkozást jelentett az idő során, éppen így a kiskert is át egy másik szerepét töltötte be, ez a pihenőkert nevezetű, amit sokan kellene csak zöld sivatagnak hívnak, hiszen egyenfág zöldjebb, centiméterre nyírva, örökzöld tujasor esetleg, és akkor mindenféle, csak a zöld marad meg, ami egy pihentető résznek tartunk tulajdonképpen. Ezek a zöld sivatagok, amik átvették a sokszínű biodiverzitásába, tehát növényi sokféleségében létező kerteknek a helyét, ami megteremtette és megtermelte a saját asztalunkra való zöldségmennyiséget. Egy páran mondták, hogy de hát én nem értek ehhez, ez csak egy kifogás, vagy olyan lásson ennek neki, akinek van már valamilyen rálátása ezekre a fontos munkákra. Hát így most, hogy van internet, és csak beírjuk a keresőbe azt, hogy sárgarépa termesztése, akkor kismillió információt kapunk. Meg lehet keresni esetleg olyan gazdákat, akik valóban foglalkoznak ezzel. Vannak biogazdák a környéken, kevés számban. Én magam is foglalkozom kerttel, tartottam is tanfolyamot, volt ilyen törekvésem, hogy megismertesse az emberek, és hát lesz is ilyen törekvésem. Lényeg az, hogy az információhoz hozzá lehet jutni. Tehát a gond, hol lehet, hát nagyon sokan jönnek úgy, vagy jöttek úgy hozzám érdeklődni, hogy igen, ő tudja, na de hát mégis nem merne kivágni. Hát bizony ez gyakorlás kérdése, hogy akkor kapálni hogyan kell, hogy nem hátrafele kapálunk, hanem előre, és
hogyan ásunk, hogyan végezzük a gerebjézést, ez mind gyakorlat. Mindnek megvan a maga fogása? Így van. Mesterfogása. Nem nehéz szakma, ősi szakma, de azért csak szakma. És nem beszélve arról, ugye, hogyha valaki nekiáll egy házi kertet létesíteni és abban dolgozik, akkor azért az életminőségnek is sokkal jobb egy aktív pihenés, mint mondjuk a testpedés. Igen, kedves tanárom volt annak idején, aki mondta, hogy a növénytermesztés az egyik legszebb imádság, mert térden végzi az ember. Most ez annyiban változott, ugye szeretnénk magas ágyásokat csinálni, hogy ne kelljen annyit hajlongani, szeretnénk ilyen raklapkert dobozokat csinálni, hogy tényleg ilyen emészthető mennyiségű, minőségű, koncentrált termesztőfelület legyen mondjuk ebben az iskolakertben, ahol tudjuk, hogy 45 perc van adott esetben egy óra keretén belül, és akkor az a 45 percen nem állíthatjuk, hogy na most itt van 6 holt kukorica kapádnak, fiam, nyilvánvalóan ez nem megoldás, viszont beosztható, hogy egy négyzetméter területen hogyan lehet elhelyezni a növényeket, és mindenféle csínyát, bínyát a kertészkedésnek meg lehet tanulni. Tehát ha valaki kedvet érez ehhez, vagy szeretne besegíteni, esetleg mondjuk egy pedagógus nézi most épp ezt a beszélgetést, és jó ötletet lát benne, akkor hol és mikor lehet jelentkezni? Igen, tehát akkor felhívás, várjuk mindazoknak a barkácsoló kedvű apukának, anyukáknak a jelentkezését. Egyelőre csak az én telefonszámomon és e-mail címen, aki szeretne bekapcsolódni egy ilyen mindakert, egy ilyen iskolai kertnek a születésébe. És akkor ellátom a kellő információval a jelentkezőket. Közösen fogunk dolgozni, közösen megindítjuk, kimérjük, megtervezzük, ahogy az kell, a kertet néhány alapismerettel. Tehát tulajdonképpen ez egy oktatásnak is felfogható. És természetesen az adott iskoláknak a szaktanárait is, és megkeresem ezzel. Ahogy meg is kerestem korábban, megkeressük ezzel a gondolattal. És létrehozunk egy iskolakertet. Hát az ötlet nagyon jó, úgyhogy én csak azt kívánhatom, hogy minél többen jelentkezzenek erre, és azt is ígérem, hogy ha ez az iskolakert elindul, vagy elkezd megvalósulni, akkor ott leszünk. Köszönjük szépen! Én köszönöm!